Sziasztok, én Oni vagyok. Elérkeztünk a harmadik szigethez. Ez itt a Crash Bandicoot első része. Legutóbb így fejeztük be a játékot, és én már is nyomok egy folytatást. És már is itt vagyunk egy jó kis pályán. A harmadik sziget ugye, ez már azért lényegesen nehezebb, mint a többi. Amint látjátok, az ellenfelek is a legtöbb megváltozott. Kösz a maszkot. És most meg is nézhetitek, ennyi élettel kezdünk a játékban, miután visszatérünk a mentéshez. Jó! Már is itt egy csajszí. És itt az első kis titkos leugrónk. Ugye mivel az ellenfelek lent helyezkednek, ezért nem olyan nehéz rájönni, le kell ugrani, és már is itt vagyunk egy másik platformon. És amit rejtett, az ez a barátságos kis kopasz egyfogú barátunknak a feje. Hát ha megint nem sikerül megcsinálnom azt a bónuszt, de egyszer csak. Jó, lopogunk is tovább. Meg bazalnyos, hogy semmilyen módon nem tudod őket leütni. Tehát se ráugrani, se elpörögni nem tudod. Ezeket a tüskés, nem tudom, kamerákat, vagy mik akarnak lenni. Nem kell alma. Már most nincsen 40 életem, de nem baj. Jó. Gyerünk, Crash! Meg tudod csinálni. Ott egy élet. Nem kell. Na. A pályán azt hiszem nem kell semmi plusz gyémánt, úgyhogy ha ügyes vagyok, akkor itt minden doboz fel tudok szedni. Hoppá. Próbálom egy kicsit összeszedni magam, a legutóbbi videóban azért sikerült egy milliószor meghalnom. Az képes, hogy mennyire ismerem a játékot. Ja, ez egy bónusz lesz? Köszönöm szépen! Jó a kérdőjeles dobozokat, hogy csak felveszem. Csak alma volt. Ó, már a végén nem is tartogatsz nekem életet, Szívi. Hát mi van? Kifogytál? Nos, mentünk egyet. 46%-nél hagytuk abba. Ez az. Na. Már egyre hosszabbak ezek a pályák, és egyre több az akadály, úgyhogy nem ígérem, hogy itt sok gyémántot fogok már gyűjteni. Na. Ez a harmadik lesz? Igen. Fuss, Crash! Kedves az életed. Jó, minden megvan. Ezt esetleg valaki kijelti, az nyugodtan mondja, hogy mit mond. Lubiga barátunk. És itt lesz a harmadik dúshajú fej. Fogashajas barátunk. Na, talán egyet végre meg tudok csinálni? Ojaj. Ez se az egyszerűek közé tartozik. Hoppá! Mindez csak pár életért. Kínlódjuk. Na, és ez a legnehezebb, mert nem látom magamat a képernyők miatt. Hogy hol fogok érkezni. És három élet, négy életért. És komolyan. Na, tűnj el innen. Gonosz doktor.
Inkább valami hajnövesztőt nyomnál magadnak. Ezek szerint mindjárt pálya vége van. Na, életnek kell lenni. Meg is van. Itt semmi. Hallom a pálya végét. Én kapok egy millió életet. Na. Na, na, na. Minden megvan. Yippee-ki-yay. Yes. Mentsünk egyet. 18-as pálya. Haladunk, haladunk! Ó! Oh, Cortex Power. Ha ez az, amire gondolok, és ez pedig az... Na, itt nem lesz gyémántom egy darabig. Nem elég, hogy ez a pálya össze-vissza elágazik, amit majd meg fogtok látni. Jó, tehát már itt két fele lehet menni. És ez nem az első elágazás. Legalább három van benne. Hopp. Hopp. Jó, még egy. Tehát itt a következő elágazás, bár ez Zsák utcába vezet. Szóval be kell járni az összeset, visszafele kell ugrálni, és még gyémánt is kell hozzá, majd meg fogjátok mindjárt látni, hogy kell egy kék színű gyémánt az egyik elágazásnál. Hát itt most ugrálhatnék visszafele, de nem fogok. Hoppá! Kicsit túlpörögtem. Ja! Aj! Jó. Nem sietünk, mert azért a maszk is jól jön. Ez az. És itt is van. A bal oldali elágazáshoz kellett volna egy kék gyémánt. Hát akkor most itt se ugrálunk. Egy kicsit így rövid lett a pálya, nem baj. Szóval ide kell egy halvány kék. Az igen. Nem fáj a fejed, Crash barátom. Generátorszoba. Na, itt viszont kellene, hogy kapjak egy csinos gemet. De hát ez se a könnyű pályák közé tartozik, hála az égnek. Na. Bum. Nee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 e
Bónusz is van. Jó. Na, ez egy csinos leszakadó platform, csak rohadt nagyra tervezték. Hát annyit nem átsúrgunk rajta. Hoppá. Jó. Ez is leszakad. Sipírc innen. Koncentrálunk. Második csaj. Yes! Ez itt forog? Ez itt forog. Hoppá! Nem elég, hogy tök sötét van, még az ellenfeleket is ugye a pofámba tolják. Na, legalább egy kis bónusz.
az nem kell. Hello baby, tényleg nem adsz már életet a végén? Jó, megjegyeztem. Hoppá, rossz gomb. Nem. Csak sikerül elmentenem? 81-jára? Jó, most futni fogok? Nem. Ja, hát egyet elvesztettem az előbb tényleg. És megint. Jó, de legalább nem estem le. Aha. Jó. Kezdem utálni ezt a pályát. Pedig lassan vége lesz, mert már bónusz volt. Oké. Okay. Na, a második egy kicsit gyorsan megy. Ez az? Mi van, Red Bulloztál, vagy mi van? TNT. Mind a kettő felrobbant, király. Na, azt hiszem, hogy mindjárt pálya vége. Ha itt nem sütöm meg a fenekem. Mondjuk az kár, hogy a fagyos az nem fagyaszt meg a jéghidegcső. Na, ez az. Azt hiszem, hogy sikerült. Yeah! A végtelenbe is tovább. Tadadám! Megvan még egy színes gyémánt, a franc sem emlékszik már rá, hogy ez hova kellett. Nem ártana jegyzetelni néha? Na, egy kis toxikus pálya. Ho-ho-ho! Balú kapitány dobálja ránk az olajos hordókat. Na, ne pattogj! Dobjad! Yes! Itt egy maszk. Ez csak a második? Igen. Pedig én rohantam volna, mint egy hülye. Ho. De jó munkád van, hogy csak hordókat dobálsz. Gondolom a Koala testvérünkkel együtt dolgozol néha. Hó. Oh. Nem lecsúszott. És ha ügyes vagyok, itt is kell lenni gyémántnak. Viszlát! Élet? Na és most már pattog is a hordó. Hoppá! Jaj, de kis csinos. Hoppá! Majdnem kilapított. Na, elég belőled? Egész királyú megúsztam a dolgot. Aha, most meg már mindegyik. Jaj, de szuper! Jaj, ne! Oké, oké, oké. Jaj! Yes! Hát, ha minden igaz, a pálya már meg lesz. Na, varázsoltál két élet, csak panaszkodnom kellett. Mi szívó? Gyere, teljesen bepörögtem tőle.
És még egy kulcs hiányzik. De már a 22-es pályán vagyunk. Vagyis 22 már megvan. Szuper! Gyere te hordó műves. Ó. Oh. Ho-ho-ho. Hamar pörögtem, nem baj, megúsztuk. És megvan a 9. Egy kék színű. Tam. Jó. Jó. Térkép. És boss harc ismét. Pinstrip. Aki, ha jól tudom, Cortex testőre úgy néz ki, mint egy mafiózó patkány. Jó, ezt elbasztom. Na, most ez az. Van 5 életed? Ez az. 4. Valami mennyit lenne vajon ez az állat? Nem tudom, de nagyon jó a neve. Na, mi van? AK-47-es kéne használnod, az nem rohadt be. Na, még egy életed van. KO. És ha minden igaz, már csak 2 boss maradt a játékban. Itt egy pálya, ahol igazából meg lehet szerezni a gyémántot, ha ügyesek vagyunk. Csak ne előre induljunk el először is, hanem hátrafele, ide a nagy semmibe. És itt rejtőzködik 4 doboz. És most illik nem meghalni. Megpróbáljuk. Pumba már is itt van. Keresett Timon barátom. Hát őt az előbb győztem le. Te ki? Ja. Érdemes a teknősöket nem elpörögni, mert utána nem fogunk tudni itt átugrani. Jó! Bónusz fej. Ó, oh, ez lehet, hogy így gáz lesz. Nem baj, megpróbálj. Ah! Jaj, nem volt maszkom. Ne! Jéj, hát végül is pálya elején vagyunk. Ezt a pályát megpróbálom gyémántra kihozni. Második próbálkozás. Ja. Ez a játék. Hey, hát ott volt. Ne csaljon, kérem szépen. Na azért. Szóval azt legalább megérzi a játék, hogy az előbb felvettem a 3 életet itt az elején. Nehogy véletlen még egyszer megkapjam. És könnyű lenne csalni, hogy kibelépkedünk a játékba. Oké. Okay. Ilyen gyilkos teknős megpuszít az előbb. Na, egy kicsit valami vérengző pofikát adhattak volna neki. Így eléggé illúzió romboló, hogy megöl egy teknős béka, aki csak kotyog. Vagy legalább mérgező lenne, vagy nem tudom én. Na most ez gáz. Na. Ja.
Te pusztítottál meg az előbb? Tehát, te mocsok. Na jó, hát ezt hagyjuk. Ez nem az én napom. És nem az én pályám. Jaj! Mit csinálsz? Hát majdnem sikerült megint leesni. Ó! Na jó, ezt majd egy másik alkalommal megszer... Ah! Semmi baj, semmi baj. Nem adjuk fel. Még van 47 próbálkozásunk. Már megint itt van? Elfelejtettem. Na, nem baj. Gyere Pumba, már a tököm ki van veled is. Jó, hát disznó általi halál eddig 3. És itt az ikertes sója is. Hihetetlen, hogy még repülni is tudsz. Ó! Oh. Ez nem az én pályám, ott van fenn egy doboz. Bár most lényegtelen, de azért megmutatom, hogy itt van fenn egy doboz. Kelj fel és járj! Na. Jó. Most már jó helyen vagy. Na. Szuper! Jó. Bónusz. Most visszaszerezzük azt az 5 millió életet, amit most elvesztettünk. Egy. Ja, hát igen. Itt alul vannak az életek, nem érdekel. Elég ez a kettő is, Szivi. Pá-pá. Csak a mentés miatt tartalak, baby. Nem is értem, miért kockáztatom az életem miatt. Na, 50, így már tetszik. Aranyos pálya. Mondtam én, hogy nem fogom én a harmadik szigetet könnyen végigvinni. Hát ez a pálya még egy nagy rohadék. Viszont itt lehet gyémánt. Na, kösz. De ahhoz képest ez a pálya milyen? Jól néz ki. Nem csodálom, hogy a Naughty Dog szokta azért a generációjában mindig a legtöbbet nyújtani. Szerintem ez egy majdnem PS1-es nyitócím volt. Ha nem az volt. Ó! Oh. Ez milyen madár? Egy kis furcsa hangja van. Persze még oda is ugorjak be. Nem is azzal van a baj? A kiugrás. Ez még csak a pálya eleje. Ez az! Még TNT-s bónuszunk is van. Menj te, viszed innen a mocskos kezedet. Nincs apróm, nem adok. Jaj, de kis aranyos ez a pálya. Hát igen, itt érdemes kivárni, nem úgy, mint ahogy most csináltam. Mert itt bárhova lecsúszunk, tüske vár ránk. Ja, hát és még maszkom sincsen.
Hála az égnek. Hú. Na. Ez az. Ez az. Na, egyszerre két lépcsőt ugrottam. Tudsz te, ha akarsz? Crash. Csak éppen egy hajszálon függ, hogy meg nyú vagy ezen a pályán. Na, dobáljál. Menj innen. Na, ha itt nem lesek le, akkor sehol. Ez se, azért nehogy véletlen középen legyen a tengelye, és szépen forogjon, mint ez. Jaj, ez az. Ez még benne azt hiszem egy jó kis rész ezen a pályán, ahol biztos, hogy ki fog nyifanni. Na, meg itt vannak ezek a lények. Ki lett volna ezek ölnek? Egy maszk, ez az, köszönöm! Na. Na jó, van TNT-s pálya megint. Ó! Oh. Hogy itt mit kell csinálni? Nem tudom. Nem ez. Na, ez sikeres volt. Nem baj, a lényeg az, hogy itt a maszk. Még ettől nem véd meg, ha leesek. Ó! És erre a részre gondoltam. Ez egy igen cuki rész. Hú, siker! Akkor most már úgy igazából nem kéne, hogy bénázzak. Mert itt mindjárt a pálya vége van. Ez az. Menj innen! Köszi! Színes gyémánt? Na? Megérdemlem. Tadadám! Köszönöm! Na, már a 24-es pályán túl vagyunk. Haha! Ez se tartozik a kedvenceim közé. A pályával az a szép, hogy addig van fény, amíg a maszkunk megvan. Tehát ha bármihez hozzáérünk, akkor baksötétbe fogunk tovább menni. És ráadásul időlimites is. Egy idő után elmúlik. Szóval ez az a pálya, ahol az ellenfelek meg tudnak szivatni azzal is, ha csak simán előrefele elpörögik őket. Én már jártam úgy, hogy a következő ilyen akumaszkot kiütötték nekem. Na, ezt kicsit rosszkor időzítettük, de kibírja. Na, ez az. Hopp, hopp. Ezről beszéltem, a jó kis sötétről, hogy mivel itt kapkodtam és nem váltam ki ezt a platformot, ezért ennyi időm volt rá. Még az időlimittel is rohadékok. Na, megint. Megint elvesztettem egy két másodpercet. És itt már megint tök sötét volt. Patkányok. Ugye, mert ezek is szemből sétálnak, és nyilván előre fele fogod őket elpörögni, ezt a maszkot el fogják találni. Oké. Okay. Oké. Okay. Hála az égnek, hogy az elején egyszer meghaltam, így már gyémántra nem számítok. Bár itt, ha úgy érjön, hogy itt amúgy se lesz
Aha, így van, ott is ott volt a sárga gyémánt, látszott az előbb, úgyhogy tök mindegy, hogy meghaltam. Ez pont jól jött ki. Elő a szabjákkal. Na most van tök sötét. Ügyes voltál. Áú, az elment. A vonat nem vár. Na. Így bénáztam az előbb valahol. Igen, a gyémánt után. Megvárjuk, amíg visszajön az a kis mocsok. Jaj! Jó! Na, itt bénáztam az előbb. Hát itt esélyem nem lett volna sötétbe végigmenni. Nem látok semmit sem. De arany is a játék, hogy ennyire kicentizi az idő korlátot. És ha minden igaz, ez az a pálya. Itt lesz meg a második kulcsunk. De ha minden igaz, gyémántot nem fog szerezni, mert ide kell gyémánt is. Na. Hoppa. Legalábbis új rémlik. Kobra. Ó, ez majdnem kicsi lett. Jönnek a Batmanek. Ó. Eddig szuper. Ez az. Tüske. Ajj! Megint a kapkodás! Te úgy érmetem, hogy ennek a tetején van egy doboz, de... De nincs. Hát akkor nincs. Pók, iszony. Ó, 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 ez jó gyorsan ment most. Nem erről volt szó. Á, és meg is van. Tehát ide egy kék gyémánt kellett, szóval nagyon nem bénázok, akkor itt meg is kell, hogy legyen minden. És itt fent van egy doboz, ugye ez is egy olyan dolog, amit nem mutat a kamera. Kellett egyet ugrani. Mert ha azt egy doboz hagyjuk, ott igencsak idegesek lennénk. Hoppá! Harmadik? Na. Ez az a maszk, aminek igazából hasznát nem veszem, mert itt csak gyémántokon ugrálok. De a lényeg az, hogy van. Pont jó, hogy olyan, ahol csak leesni lehet. Biztos sok hasznát veszem. Menjetek innen, almák! Nem Aladdin vagyok, én nem dobálom. Ez az. Oké. Oké. Fent itt mi lesz, egy élet? Akkor nem számít. Nem számít. Most az a kérdés, hogy itt nem maradt itt semmi? Hát reméljük, hogy nem. Erre nem emlékszem, most komolyan. Basszus. C, mint Cecil. Azt a mindenit! Hát, azt jól összehoztad. Pedig meg lett volna a gyémánt.
Mondjuk ezt nem tudom, miért ilyen rohadékul tervezték meg, hogy a szélén ott le lehet csúszni. Oké. Okay. Hát én ezt most nem fogom előre kezdeni egyelőre, a kulcsot megszerezzük. És itt az a rész, ahol nem mutatja nektek az alma, hanem majd fentebb, de itt balra el lehet menni. Ez az. És ez kellett ahhoz, hogy itt kapjunk egy második Cortex fejet. Pedig szépen visszakutyagolunk. Hát ez igazából felesleges. Bónusz. Olyan szomorú, hogy meghaltam. Pedig milyen jó voltam. Hó. Most komolyan. Csak tovább akarok menni. Hát jó, nem kell az élet. Nekem gyémántot adjatok. Na, 27-esnél járunk? Király! Continue! Nekem most már csak a harmadik fejet adjátok ide. Hát már tök mindegy. Hé! Hey, én hol hagytam el a harmadik fejet? Hát ez nagyon szomorú. Mégiscsak előről kezdem ezt a pályát. És most nyugalom és lazaság, nem halunk meg. Felveszem mindent. A bónuszt is, a kulcsot is. És bónusz már nem lesz, mert azt jegyzi a játék, hogy megcsináltuk. Mentségemre szóljon, hogy nem igazán emlékszek minden pályára már. Jó. Lehetséges, hogy a gyémátoknál kikerültem. Na mindegy, meglátjuk. Ezeket a platformokat gyűlölöm. Napom. Minden ugrásom szinte kicsi. Jó, egy. Egy biztos, hogy nem. Menj innen, Spider-Man. Eddig jó. Eddig minden a terv szerint halad. És most itt megnézzük, hogy mi maradt itt. Semmi. Mert itt volt a pók. Jó, akkor itt igazából... Igazából itt nem hagyhattam itt. Itt sem. Itt sem. Hm.
És itt sem. Hát ott van egy doboz, de az nem az volt. Nem, hát. És itt sem volt. És ugyebár itt az előbb megnéztem, itt csak a pók van. Yes. De utána, amikor egy ilyen kis platformra még rárakják az egy szem dobozt. Ho! Jaa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 
Ezt hagytam volna itt az előbb. Ezek szerint? Igen, mivel itt lesz a harmadik. Na, akkor szerezzük meg azt a kulcsot. Jújjúj. Ugye itt is az a aranyos, hogy egy próbálkozásunk van. Hó. Nem fog. Ez az. Megvan a kulcs. Menj innen, Cortex. A játék végén találkozunk és leszámolok veled. 28 pálya, 2-ből 2 kulcs. És ha most már nem bénázok, akkor még egy gyémánt. Jó. Ez az. Most már nem kapkodunk, tök mindegy, ha már előrekeztem ezt a pályát. Ez a kedvenc platformom. Nehogy a kamera is úgy álljon, hogy jó legyen. És itt haltunk meg. Nem vártam. És sikerült, ez az! Na. Biztos szürke lesz. Csodálatos. Megvan a 11. Mentünk. Szuper. Hoppá. A minden igaz, még 2 pálya és fent vagyunk a torony tetején. Ez a pálya pedig, hogyha megvan a zöld gyémántodok, akkor 500 millió életet lehet vele kapni. És ha itt most lemennék, akkor végig is vittem a pályát. De nem csinálunk ilyet, mert mi végig fogjuk vinni. Ha minden igaz, akkor itt, ha nem halnék meg, akkor nagyon ügyes lennék, és kapnánk egy gyémántot. Ez az. Jaj. Térlátás. Persze, beletolnád a kis buksimat. Szuper. Harmadik? Na, akkor most adjunk nekik. Mondja, akkor nem jön egy csomó akadály. Csak a könnyebbek. Quail. Ez az. Meg lesz. Most már összeszedtem magam. Érzem magamban az erőt. Na,
nem állíthat meg senki a pálya végéig. Ez az! Felvettem a szupererős maszkomat. Hú! Nincs semmi. Ezek meg csak dobozok, nem kell. Erre ne lépjünk rá, ha egy mód van. Itt sincs semmi. Sem vészes ez a pálya az előzőköz képest. Ja, hát igen. Ez a rész az aranyos. Tehát ugye itt előbb végigugunk ide, és akkor most visszafele ezeket most szépen széttörjük. Ez az siker. Senki nem állíthat meg. Csak egy mondjuk egy majdnem egy ilyen bénaugrás. Majdnem rövid lett. Jött a lift. Legyen már vége a pályának. Teljesen begőzülök tőletek. Hát, ha minden igaz, pálya vége jön. Ez az! Yeah! 12. gyémánt! El fogom adni mindet, és veszek magamnak egy új barátnőt. Nem kell nekem, akit Cortex elrabolt. Köszi! Oh, boss harc! Itt van a Doki, Embryo. Embryo nevezetű barátunk. Ugye, ahogy mondtuk, ő találta ki ezt a csodálatos lézert. És az ő életét pedig ezekkel a zöld szivacs valamikkel tudjuk levenni. Amiket érdemes forogni is, nem csak ráugrani. Jó, most hármat dobsz? Köszi, cimbora. Dob meg három sörre. És most felhörpintette. És hirtelen Hulk. Gyere, Hulk. Az alsó tested milyen kis sovány maradt. Hogy nézel ki? Mint a pelenkád lenne. A labor. Gondolom. Gondolom. Jaj, de szeretjük ezt a pályát. Ja, ráadásul... Hey, hát nekem volt maszkom is. Ja, igen, ez is azok közé, a pályák közé tartozik, ahol nem adja, elveszi. Nem egy vetlen könnyű dolgunk legyen. Menjünk a spongyabob. Na, jól sikerült. Gratulálok. Igen, miért azt hinnétek, a másik stócba egy TNT rejtőzik. Csak hogy valaki, aki nem tudná, az szépen felrobbantsa magát. Van ennek értelme? Nincs. Ó, oh, hamar megvan a bónusz. Hát nem kell, nem kell. Tele vagyok mindennel, köszönöm. Csak a mentés kell nekem. Köszi szépen.
Ez az. Na, úgy de gyűlöllek. Te csak mindig egyszer tudjuk megütni, és várjunk, mert különben megráz az áram. Még le nem tudjuk lökni, és szerencsétlen. Jó. Én egy spongya bob. Szép volt. Egy spongya bob újra termelődik, mert ő olyan fajta. Ez az. Ez a pálya, ez nagyon rohadék, erre kellene egy akumaszk is. Na. Siker. Jó, nem estünk le. Ez nem hiszem el. A legvégén a pályának gyakorlatilag. Az előbb ez itt volt. Hát igen, nem véletlenül nem ad maszkot a játék ezen a pályán. Jó, megszívassam. Ezzel a hülye spongyával itt, ami ráadásul újra termelődik. Hihetetlen! Na jó, mindegy. Pedig bújjunk el oldalra, mert nem fogunk átjutni. Ez az. Ennek már igazából tök mindegy, ennek a pályának. Menjünk is. És itt a The Great Hall nevű... Hát nem nevezem pályának. Szóval, amiről korábban beszéltünk, hogy a gyémántok. A gyémántoknak egyetlen egy haszna van, azon kívül, hogy mi vagyunk a fasz a gyerekek és az összeset összegyűjtöttük. Az, hogy ki tudjuk kerülni vele az utolsó boss csatát. Ha itt az összes gyémánt megvan, akkor ott a csajunkig egészen végig tudunk ugrálni. De mivel nincs meg az összes gyémánt, ezért egyszerűen csak tovább ugrunk itt az elején. Ezért is mondtam, hogy olyan nagyon-nagyon nem ad pluszt a gyémánt, azon kívül, hogy be tudjuk magunknak bizonyítani, hogy az összes pályát megcsináltuk, és mielőtt elfelejteném, a másik kulcsos pályánk itt jelzi, mert ugye szereztünk még egy kulcsot, az pedig itt van. Majdnem elfelejtettem, és ez ismét egy sötét pálya, aminek az a gyönyörűsége, hogyha ügyesek vagyunk, akkor ezt meg lehet csinálni gyémántra, de itt is visszafele kell elindulni. Így van. És még egyszer vissza kell ugrani. Hát, és így szoktam járni, pontosan. Hogy beverem a hülye fejemet a falba. Nem baj. Próbáljuk másik oldalról. Most sikerült. Na, és akkor hajrá. Ez egy piszkosul nehéz pálya. Erre konkrétan emlékszem. Úgyhogy valószínű, hogy én ezt nem fogom megcsinálni elsőre. Jó, itt várunk egy kicsit. Ez az. Ez az. Elígyetek innen, patkányok. Ez az. Jó, hát a pálya negyedéig eljutottam kb. Szerintem. Dögök. Ez az. Ajj, nem baj. Ez úgyis csak a fény volt.
Ez az, nehezítsétek még egy pók. Még egy pók. És pont most megy el a platform. Reméljük kibírja a fényünk. Egy pók, ami ugrik már. Ho, 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 ho. Itt a következő. Igen, ott egy pókica. Onnan fogunk tovább ugrani. Na most. Jössz? Ez az, köszi. Meglepően jó vagyok ahhoz képest, hogy itt már rég el kéne véreznem. És most lesz végem. Köszi! Ez egy pók volt. Ez meg egy másik. Ó. Oh. Patkányok. Na, megint pókon kell ugrálni, úgyhogy várunk egy picit. Ez az. Egy pók. Még egy pók. Ó, oh, de kis csinő ez a pálya. Jaj, de tudtam, nem baj. Ez sejthető volt. Most már akkor csak végigrohanok rajta. Hol véreztem el itt? Kb. Gyakorlatilag a pálya végén. Ez az, ügyes voltam. Nem bírtam már ki azt a 10 métert. Se baj! Na szóval, ez volt a kulcsos pályánk. Most pedig irány Cortex lesz, hogy megszerezzük, ami jár, a csajunkat. Szia, Neo Cortex. Crash Bandicoot! Nagyon egyszerű, az zöldeket vissza kell neki lőni. Minden más bánt. Már két zöld kell együttéshez. Egy zöld. Jaj, ez már szalomozik. Három, megvan, nem baj. Eltalált. Átváltották gépfegyverre, barátom. Ha-ha-ha! Finish him! Szia, Cortex! És megvan az egy fejjel magasabb csajunk, nagyon örülünk neki. Mindegy lett volna, ő ment meg minket, nem baj. Na szóval ez lett volna a PS1 96-os klasszikusa, a Crash Bandicoot. Hogyha valaki szeretné, nagyjából az összes gyémántot elmondtam, vagy megmutattam, hogy még pályán lehet megkapni. Én már most nem fogok visszamenni őket megszerezni. Nyilván aki szereti a játékot, az megfogja. Köszönöm, hogy végignéztétek. A következő videón még gondolkozok, hogy még kedvencemet mutassam be nektek. Addig is szeretnék még egyszer köszönetet mondani. Akinek tetszett, nem tetszett, jelezzen, lájkoljon, iratkozzon fel. Köszönöm a figyelmet. Sziasztok!